Véget ért az 57. közgazdászvándorgyűlés. Áder János a klímaváltozásra, Varga Mihály az ország gazdasági növekedésére hívta fel a szakemberek figyelmét. Letették az atlétikai centrum alapkövét. Több mint 7 milliárd forintból épül atlétikai centrum és sportszálló a kertvárosi NVSC pályán. Sikeres a Magyar Falu program, már 2 milliárd forintot átutalt a kormány a nyertes Magyar Falu pályázatok kedvezményezettjeinek. Évente 4,2 millió ember hal meg a légszennyezés következtében, hangzott el Áder János Nyíregyházán tartott beszédében. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A köztársasági elnök kiemelte, a széndioxid kibocsátás veszélyes mértékben nő. Az elmúlt 100 évben 1000 gigatonna kibocsátást mértek. Az 57. közgazdász vándorgyűlés záró plenáris ülésén Varga Mihály és Bártfai Máger Andrea is előadást tartott. A fenntarthatóság és a klímaváltozás okozta gazdasági, nemzetgazdasági és társadalmi kihívások voltak a központi témái az idén 125 éves Magyar Közgazdasági Társaság éves konferenciájának. Az 57. közgazdász vándorgyűlésén a köztársasági elnök legfontosabb problémának a népesség robbanásszerű növekedését, az urbanizációs folyamatokat, valamint a víz és az energiafelhasználás aránytalan mértékű felhasználását nevezte. Magyarországon ez 5,4 tonna az egyfőre eső kibocsátásunk, az európai átlag 8, a kínai az 9, majdnem 9, az amerikai meg közel 20. Tehát amikor arról beszélünk, hogy kinek milyen felelőssége van történelmileg, illetve kinek mit kell majd tenni annak érdekében, hogy a közös hajó ne süllyedjen el, akkor jó, hogyha azt is tudjuk, hogy az egyfőre eső kibocsátás bizony igenis mérve kellene, kell tennünk majd, amikor az elszámolásokat készítjük. Ehhez pedig jó közgazdász szakemberekre is szükség van. Minden 150 évvel ezelőtt az iparosodással kezdődött, így a bolygó felmelegedése is. Ezt már a Nemzeti Vagyonkezeléséért felelős tárca nélküli miniszter emelte ki előadásában. Magyarország hitelminősítésének alakulása egy a skála jó irányában tart. Mindösszesen ez oda vezetett, hogy ma már elmondhatjuk, hogy egy romló konjunkturális helyzet ellenére Magyarország az EU növekedési rang sorának élére került 2019 első negyedévében. A miniszter hozzátette, vannak kihívások, amelyeknek meg kell felelni, hiszen Magyarországot is érintik. Ilyen például a 2019-2021-es időszak, amely a magyar gazdaság szempontjából fontos változásokat és mérföldköveket hozott és hoz. Én fontosabbnak érzem azt a szürke vonalat, a potenciális gazdasági növekedésnek az alakulását. Most lényegében 3,5% körül alakult ez a potenciális mutató. Tehát ez azt mutatja, hogy a szezonális és átmeneti hatásoktól leszámítva a magyar gazdaság most azért a korábbi majdnem nulla állapothoz képest, tehát 0 és 1 között volt ez 2010-ben, egy jóval magasabb gazdasági növekedésre állt át. A pénzügyminiszter szerint a belső motorok továbbra is erősek, az Európai Uniós források felhasználása nem járul hozzá jelentősen Magyarország gazdasági növekedéséhez. Több mint 7 milliárd forintból atlétikai centrum épül Nyíregyházán, a kertvárosi NVSC pályán 7 sportágnak ad majd otthont a 2021 tavaszára elkészülő fedett csarnokokat és szabadtéri pályákat magában foglaló 12.000 négyzetméteres létesítmény. A komplexumhoz 64 parkoló és egy 48 vendéget befogadó sportszálló is épül. Az atlétikai centrum alapkövét hétfőn tették le. Ahol most a munkagépek állnak, ott bő másfél év múlva egy már közép-európai szinten is egyedülálló sportkomplexum várja majd a sportolni vágyókat. A Modern Városok program keretében 7 milliárd 118 millió forint 100%-os állami támogatásból épül majd meg a 12.000 négyzetméter alapterületű létesítmény. A nemzetközi minősítésű, fedett lelátóval ellátott 8 sávos kivilágított rekordlámpája mellett edzőpályák, csarnokok, orvosi és rehabilitációs helyiségek, valamint sportszálló várja majd a hazai és külföldi versenyzőket. A régi lerobbant NVSC pálya helyett egy modern sportkomplexum épül, amely egyedülálló nem csak az országos tekintetben, közép-európai szinten is,
Ezt azt tette lehetővé, hogy a Magyar Atlétikai Szövetséggel és a sportkormányzattal folyamatos egyeztetések történtek a Temára tervezés időszakában, és ez azt jelenti, hogy ide nemzetközi versenyeket, versenyprogramokat hozhatunk majd, de edzőtáborozás is lehet, mert hogy a programnak a részei 48 férves sportszálló megépítése is. A sportért felelős államtitkár kiemelte, hogy az élsport mellett a szabadidősportot és az utánpótlás nevelést is szolgálja majd az új sportkomplexum. Nagyon régóta vártunk már erre a létesítményre, hiszen az atlétika mindig is nagyon sikeres volt Nyíregyházán, és hogyha a sport, ugye sportszerető városunk van, nagyon fontos, hogy nem csak az élsportnak és az utánpótlásnak fogadni helyszínt, és nem csak az atlétikának, hanem több sportágnak, hanem tényleg a lakosságot is szeretettel fogja kiszolgálni, hiszen rekordtán fog létesülni az épület köré, és a helyi lakosság tudja majd használni. Nagyon fontos, hogy ugye az élsport és az utánpótlás mellett megfelelő kiszolgálása legyen a lakosságnak, és ehhez olyan létesítményeket tudjunk építeni, amely tényleg 21. századnak megfelelő. A kivitelező cég június közepén a bontással kezdte meg a munkálatokat, hétfőtől pedig az atlétikai csarnok, valamint az 570 személyes ellátó alapozásával folytatódik a munka. Az építkezés ütemezése nagyjából úgy alakul, hogy ez év december 20-ára a vasbeton szerkezet el fog készülni, az atlétikai csarnok rész acélszerkezete az januárban fog megkezdődni, és valahogy a következő év nyarára lesz az épület zárt, és akkor kezdődnek meg a belső munkálatok. Vélhetően a kivitelezésen az első időszakokban, amíg az alapozás megy, addig egy kisebb létszám fog részt venni, de utána a befejező munkálatoknál 200-300 ember is a helyszínen fog tartózkodni. A Nyíregyházi Atlétikai Centrum alapkövét hétfőn tették le. Ha minden a tervek szerint halad, 2021 márciusában a sportolók birtokba vehetik a kertvárosi létesítményt. Már 2 milliárd forintot átutalt a kormány a nyertes magyar falu pályázatok kedvezményezettjeinek. A program célja, hogy növeljék az 5000 alatti lélekszámú települések népességmegtartó erejét, és megakadályozzák, hogy az apróbb falvak kihaljanak. Az elmúlt 15 évben volt, ahol 60%-os volt a népességcsökkenés. A vidéki kis települések régóta hiányzó fejlesztéseinek pótlását célozta meg a kormány, amikor létrehozta a Magyar Falu programot. Ennek pontos feltételeit többek között a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat jó tapasztalatai és korábbi eredményei alapján alakították ki. Olyan pályázat létrehozása volt a cél, amely valóban a települések igényeinek felel meg. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az egyik legaprófalvasabb megyéje az országnak. Ha jól tudom, 223 kis település van Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, és a döntő részük természetesen faluközség jogállású település, úgyhogy ők potenciális pályázói a Magyar Falu programnak. És ennek megfelelően zajlik egyébként a program végrehajtása is, hiszen nagyon-nagyon sok pályázat érkezik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, szerencsére. Ez azt jelenti, hogy a települések valóban érdeklődnek a Magyar Falu program iránt, azt jelenti, hogy valós igényekre tud reflektálni a Magyar Falu program, és szerencsére nem csak érdeklődnek, hanem most már ott tartunk, hogy 5 pályázati kiírásunk nyerteseit tudtuk meghirdetni, és itt 174 nyertes pályázatról is beszélünk már a megyében. Közel 2 milliárd forintot már át is utaltak ezen nyertes pályázatok kedvezményezettjeinek. 13 orvosi rendelő újult meg a megyében 360 millió forintból, 62-be új eszközöket vásároltak 172 millióért. 41 önkormányzati és 58 egyházi közösségi tér újult meg 580 és közel 700 millió forintos értékben. A kormány elfogadta a jövő évi költségvetést, amelynek részeként legalább 150 milliárd forintot fordítanak majd erre a pályázati rendszerre. Emellett pedig 2 jelentős terület és település fejlesztési operatív programra is jogosultak a települések. Csapadékvizes programot hirdettünk most 2,4 milliárdos pályázati keretösszeggel. Ennek még nem zárult le a pályázati időszaka, de biztos nagy
érdeklődés lesz erre a programra is, de még nagyobb érdeklődés övezi a bölcsődei programunkat. Ezt 5,2 milliárd forintos forrásigénnyel tudtuk meghirdetni, és eddig információink szerint az első pályázati körben 12 milliárdos forrásigény érkezett erre a programra, tehát az önkormányzatok érdeklődnek ezután a program iránt, ezután az intézmény iránt, amelyről eddig azt tudtuk, vagy úgy véltük, hogy ez városi intézmény, a bölcsőde. Milyen csoda, hogy faluban is lehet bölcsődei ellátás. Ilyen típusú ellátási formákra azért van szükség, hogy növeljék a magyar falu népesség megtartó képességét, hiszen vannak olyan települések Magyarországon, ahol az elmúlt 15 évben 60%-os volt a népesség csökkenés. Ezért is fontos, hogy a falvakban ugyanolyan közszolgáltatások álljanak a lakosság rendelkezésére, mint a városokban, tette hozzá a megyei közgyűlés elnöke. A megyei értéktár része lett a nyíregyházi törvényszék Bocskai úti épülete. A 19. században épült, eredetileg egyszintes törvényszéki palota az évtizedek során több rekonstrukción és bővítésen esett át, így vált már a nyíregyháza épített örökségének emblematikus részévé. A törvényszéki palotát még 1890-ben kezdték el építeni, 1891-ben átadták, majd 1928-29-ben megkezdték a bővítését. 2005-ben érte el a jelenlegi állapotát, ekkor megtörtént az épület rekonstrukciója és modernizációja is. A törvényházban azóta 5 emeleten folyik a munka, a különleges homlokzata pedig Nyíregyháza emblematikus részévé vált. A Megyei Értéktárbizottság a beérkezett javaslat alapján úgy döntött, hogy a Bocskai úti épület mindenképpen a megyének egy olyan szimbóluma, olyan építészeti öröksége, amit érdemes bevenni a Megyei Értéktárba. Hogyha ezt az épületet látjuk és azonosítani tudjuk a helyét, akkor Szabolcs-Szatmár-Bereg megye jut róla eszünkbe. Ezeken a terveken már az látszik, ahogy a Debreceni Egyetem építészmérnök hallgatói újra gondolták a törvényszék Toldi utcai bíróságának belső terét. Az épületben az elmúlt években már kicserélték a nyílászárókat, részben szigetelték a homlokzatokat, és a pincéből egy korszerű levéltárat alakítottak ki, azonban számos további fejlesztésre és újításra van még szükség. A belső felújításnak a ütemezése lenne elsődleges feladat ezen az épületen. Hallgatói tervek keretében egy átfogó koncepciót dolgoztak ki. Ugyanazokat a szempontokat fogalmazták meg a fél éves feladatnál, amit nekünk is majd a tényleges felújítási munkák során, illetve azok ütemezésénél figyelembe kell venni. Várhatóan anyagi forrásainkra tekintettel ez több ütemben, több év alatt áthúzódóan valósulna meg a közeljövőben. Az Országos Bírósági Hivatal több mint 180 épületet kezel, melyek közül a nyíregyházi törvényszék a harmadik, amely bekerült a megyei értéktárak valamelyikébe. Közel 1300 első éves hallgató kezdi meg tanulmányait a Nyíregyházi Egyetemen a 2019-2020-as tanévben. Közülük több mint 900-an állami ösztöndíjas képzésben vesznek részt. Az intézmény tanévnyitó ünnepségén oklevelet vehettek át az 50, 60, 65, 70 és 75 éve végzett diplomások is. Nyíregyháza büszke lehet az egyetemére, hiszen egy olyan önállóan működő felsőoktatási intézmény, amely a fiatalos lendületével egyre vonzóbb a tovább tanuló fiatalok számára, mondta a város polgármestere a Nyíregyházi Egyetem tanévnyitó ünnepségén. Nagy öröm számunkra, hogy a nyíregyházi diákok felsőfokú tanulmányaikat itt az egyetemen végzik, itt a városokban. De az is nagy öröm, hogyha más településekről jönnek ide, és akik most kezdik tanulmányaikat nem nyíregyháziként, ugye ma egyetemi polgárrá válnak, és az is egy nagyon kedves, szép gesztus az egyetem részéről, hogy engem mindig felkérnek, hogy városunk polgárává is fogadjuk őket a tanulmányaik idejére, azért, hogy még otthon, még jobban otthon érezzék magukat Nyíregyházán. Több mint 1200 első éves hallgató kezdte meg tanulmányait az egyetemen. Közülük állami ösztöndíjas képzésben 928 fő, önköltséges finanszírozási formában 321 fő tanul. A teljes idejű munkarendben, azaz nappali tagozaton 550 első éves hallgató, részidős munkarendben, vagyis levelező tagozaton 699 fő hallgató kezdte meg tanulmányait az intézményben.
Mindenkinek lehetősége van tanulmányainak egy részét külföldi partneriskolában folytatni. Az egyetem rektora mindenkit arra bíztatott ünnepi beszédében, hogy végezzenek tudományos munkát is a tanulás és a szórakozás mellett. Válaszokat várnak arra, hogy piacképes végzettséget fognak-e itt szerezni. Jól jövedelmező hivatást választottak-e? Lesz-e végzés után munkahelyük? Megköszönve bizalmukat, hogy minket választottak, ígérem. Oktatóink magas szintű, minőségi oktatással, tudásuk, tapasztalataik átadásával és odafigyeléssel válaszolnak majd erre a bizalomra, választ kapnak majd kérdéseikre, eloszlatjuk képeiket. A tanévnyitón jubileumi arany, gyémánt, vas, rubin és márványok leveleket vehettek át az 50, 60, 65, 70 és 75 éve végzett diplomások is. Hatvan csapat részvételével rendezték meg Nyíregyházán a nyári streetball sorozat utolsó előtti tornáját. A győztes együttesek bejutottak az országos döntőbe, amelyet szombaton a Magyar Kosárlabdázás napján rendeznek meg Budapesten. A sportág teremben űzött változatának bajnokságai lassan elkezdődnek, de még nem ért véget a szabadtéri szezon sem. Az Adidas Streetball sorozat idei 9. tornája Nyíregyházán vasárnap 9 pályán pattogtatták a labdát a háromfős csapatok. A 27 éves múltra visszatekintő rendezvény ezen a nyáron is több száz csapatot és több ezer játékost mozgatott meg. A streetball sorozat főszervezője szerint a sportág 3-3 elleni változata egyre népszerűbb a kosarasok körében. Mindig azt szoktam mondani, hogy ez a 3-3 játék már egy csapatjáték, és a csapatszellemnek az építése, a sikerélmény, az, hogy valaki bedobja a 3-5-ös gyűrűbe a labdát, az már önmagában egy élmény. Tehát én mindig azt szoktam hasonlítani a futással, ahol tulajdonképpen más jellegű a közösségi élmény, ahol ott sokan futunk, és a tömegérzésed van, itt meg az, hogy hárman vagyunk a pályán, és jobbnak kell lenni a másik háromnál. Én ebbe hiszek, hogy ez a varázsa ennek, és nagy örömünkre körülbelül 10 évvel ezelőtt elindult egy másik irányba is ez a streetball, amikor a 3-3 versenysporttá kezdett alakulni, és reményeim szerint lesz olyan sikere az olimpián, mint a strandröplabdának. Élvezetes, jó játék, tehát ezek a gyerekek előbb-utóbb akár célul is tűzhetik ki maguknak, hogy egy ilyen csapatba szeretnének bekerülni. A nyíregyházi szervezők célja az volt, hogy a tavalyi szerényebb részvétel után idén minél többen legyenek a Kossuth téren is környékén. A tavalyi létszámot nem megdupláztuk, hanem meg is haladtuk, hiszen 60 csapat nevezett a mai streetball bajnokságra, és nagyon örülök annak, hogy ilyen sokan vagyunk, és legfőképp annak örülök, és szeretném megköszönni a Nyíregyházán működő sportszervezeteknek, hogy mindannyian eljöttek, mindenki képviselteti magát, és úgy gondolom, hogy meg tudjuk mutatni azt, hogy szeretik Nyíregyházán a kosárlabdát, és sokan tudunk kijönni egy ilyen rendezvényre. A nyíregyházi tornán győztes csapatok bekerültek az országos döntőbe, amelyet a Magyar Kosárlabdázás napján szombaton Budapesten a Városligetben rendeznek meg. Gólzáporos meccsen szerezte meg a 3 pontot Ajkán a Nyíregyháza Spartakusz. Az 5. fordulóban elmaradt mérkőzést pótolta a két csapat, és végül Zorán Spisziek együttese 4-3-as győzelmet aratott a vendéglátók ellen. A Spari vasárnap a Vasast fogadja a Városi Stadionban. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Áder János szerint Magyarországnak reális célkitűzése, hogy 2050-re klímasemleges legyen, hiszen az egyfőre jutó kibocsátás az európai átlag alatti, hangzott el a Nyíregyházi Egyetemen tartott közgazdászvándorgyűlésen. Ehhez többek között technológiaváltásra, a szén kivezetésére és az épületek energetikai hatékonyságának növelésére van szükség. A rendezvényen előadást tartott Varga Mihály is, aki kiemelte, az ország belső motorjai erősek, az Európai Uniós források felhasználása nem járul hozzá jelentősen Magyarország gazdasági növekedéséhez. Több mint 7 milliárd forintból épül atlétikai centrum Nyíregyházán. A kertvárosi NVSC pályán 7 sportágnak ad majd otthont a 2021 tavaszára elkészülő fedett csarnokokat és szabadtéri pályákat magába foglaló 12.000 négyzetméteres létesítmény. Az atlétikai centrum alapkövét hétfőn tették le.
A vidéki kistelepülések régóta hiányzó fejlesztéseinek pótlását célozta meg a kormány, amikor létrehozta a Magyar Falu programot. A kezdeményezés sikerét mutatja, hogy már 2 milliárd forintot átutalt a kormány a nyertes pályázatok kedvezményezettjeinek. A program várhatóan növeli majd az 5000 alatti lélekszámú települések népesség megtartó erejét, és megakadályozza, hogy az apróbb falvak kihaljanak. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták szeptember 9-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Hétfő estig változóan többnyire erősen felhős lesz az ég, majd késő estétől mindenütt csökken a felhőzet. Esőzápor többfelé valószínű, helyenként zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 Celsius fok körül alakul. Kedden jobbára napos idő várható kevés fátyol felhővel, csapadék nem lesz. A változó irányú, majd az északira forduló szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 25 fok között alakul. A következő napokban a markáns légköri frontok elkerülik térségünket. Egy anticiklon peremén váltakozó, többnyire alacsony nedvesség tartalmú levegő áramlik a Kárpát-medence fölé. A csúcs hőmérséklet általában meghaladja a sok évi átlagot.